A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint a települési önkormányzat a gyermekétkeztetést az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum részeként működő nevelési oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben biztosítja. A közétkeztetési feladatokat Karcagváros nevelési és oktatási intézményeiben az Essen gyermekétkeztetési Kft. És az Eurókereskedelmi és Szolgáltató Kft. Látja el. Az étel intoleranciában szenvedő gyermekek részére pedig a megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyzet fenntartásával az Essen gyermekétkeztetési Kft. Biztosítja a speciális étkezést. A gyermekétkeztetés tekintetében jelenleg is alkalmazott nyersanyagnormák és rezsiköltség 2022. január 1-től kerültek meghatározásra. A folyamatosan tapasztalható költségeket befolyásoló külső tényezők miatt a jelenleg érvényben lévő nyersanyagnorma és rezsiköltségek alapján történő finanszírozás már nem biztosítja kigazdálkodható módon a közétkeztetés előírások szerinti ellátást. Az eltelt időszak jelentős áremelkedései miatt az év májusában a szolgáltatók a nyersanyag norma és a rezsiköltségek mértékének emelésére irányuló kérelemmel fordultak önkormányzatunkhoz. A szünidei étkezés díjemelése már megtörtént, az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatban azonban az azóta is változó körülmények miatt még nem született döntés. A szolgáltató kérelmét megvizsgálva, az utolsó módosítás óta bekövetkezett költségnövekedések indokolttá teszik a nyersanyagnorma óvodás korcsoportban történő 20%-os, valamint iskolás korcsoportban történő 10%-os emelését. A rezsiköltségek jelenleg a norma 83%-ában van megállapítva. A rezsiköltség jelenleg a norma 83%-ában van megállapítva. Az energiaköltsége 2022. augusztus 1-től történő jelentős emelkedése miatt ez a százalékos arány már nyilvánvalóan nem biztosítja a költségek fedezetét. A szolgáltatókkal jelenleg folyamatban van az egyeztetés a 2022. szeptember 1-től elismerhető rezsiköltségek mértékéről. A törvény szerint térítési díjat az önkormányzatnak rendeletben kell meghatároznia. Az étkezés rezsiköltségének rendeletben történő szerepeltetése azonban nem szükséges, így jelen előterjesztés elfogadásával a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet gyermekétkeztetés 83%-os rezsiköltség szabályozó második paragrafus második bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. A szolgáltatókkal történt egyeztetés követően a gyermekétkeztetés rezsiköltségének összegéről a továbbiakban az önkormányzat a rendelkezésre álló költségvetési források figyelembevételével rendelet módosítás nélkül állapodik meg a szolgáltatókkal. A GVT 151. paragrafus hármas bekezdése alapján a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege. A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a helyi önkormányzat által nyújtott szolgáltatásért végzett tevékenységért megállapított díjra vonatkozóan 2022. június 30-ig díjemelési tilalom volt érvényben, melyre való tekintettel az előző étkezési norma emelés során a térítési díjemelésére nem volt lehetősége az önkormányzatnak. Ezen határidő elteltével azonban jelen módosítással a térítési díjemelése is elvégezhető. A folyamatosan tapasztalható áremelkedések miatt a gyermekétkeztetési norma költségének és térítési díjának emelése indokolt.